Mint arról már beszámoltunk, péntek reggeltől vasárnap estig lezárják a Sas utcát a Mocsári utcai kereszteződéstől az Egerpatak hídjáig. Erre azért van szükség, mert a Sas utcát keresztező termálvízvezetéket másként nem lehet kicserélni. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint most még egy nap türelmet kérnek az itt lakóktól és közlekedőktől. Cserébe viszont később nem kell majd újra 3-4 napra korlátozni a forgalmat. Többnapos műszaki egyeztetés eredményeként sikerült elérni hogy a termálvízvezeték építésével párhuzamosan elvégezzék az ugyancsak esedékes szennyvízgerinc vezeték rekonstrukciót is. Mint írják, két teljesen különálló projektről és kivitelezőről van szó, így az, hogy a két munka egy időben haladhat, hatalmas eredmény és jó hír a közlekedők számára, hiszen ezzel sikerült a további kellemetlenségektől megkimélni az egrieket. A kivitelezők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az autósok július 16-án kedd reggeltől fél pár Pályán, ahogy az elmúlt időszakban már megszokhatták, ismét használhassák a Sas utcát áll a közleményben.